Valamikor a 16. században épült a Dunaföldvári vár, a pontos építési idejéről nincsenek adataink, de hallottunk már olyan szakvéleményt is, aki azt feltételezi, vagy ami azt feltételezi, hogy valamikor a tatárjárás után királyi rendeletre építették az itt lévő bencés apátság védelmére. Minden esetre az építészeti stílusjegyei alapján azért a 16. századra gondolunk inkább. Igazából ez egy lakótorony, tehát egy klasszikus várnak nehezen nevezhető, hiszen más funkciója is volt. Elsősorban az itt folyó kereskedelem és a környék ellenőrzése volt a feladata, és igazán komoly hadászati, harcászati szerepet a történelem folyamán nem töltött be. 1858-ban egy nagy tűzvész sújtotta a Dunaföldvár belvárosát. Ennek a tűzvésznek köszönhetően sajnos a toronynak a tetőszerkezete is leégett, és innétől kezdve nevezte a népnyelv Csonka-toronynak. Hát ez a rom állt itt hosszú-hosszú éveken keresztül, míg nem a 70-es évek közepén elkezdődött egy feltárás-felújítási munka, aminek az eredményeként 1976-ban nyitotta meg kapuit a Vármúzeum, ami azóta üzemel, hol múzeumként, jelen pillanatban pedig időszaki muzeális kiállító helyként. Ennek az emlékeit mutatja be ez a kis fotókiállítás, ahol most állunk, 40 éve vár a vár címmel, hiszen 2016-ban ünnepeltük a 40 éves évfordulóját. 2019-ben nyitottuk meg Magyar Világ, Török Világ címmel új állandó kiállításunkat, melynek szakmai vezetője dr. Vízi Márta és dr. Gere László volt, és azért választottuk ezt a korszakot, hiszen Dunaföldvár település kötődik, erősen kötődik, és a vár épülete erősen kötődik ehhez a korszakhoz, a török korszakhoz. A lábuk nyomát elmosta a Víz című ifjúsági regényben Berze Nagy Ilona dolgozta föl Dunaföldvár törökkori történetét és a fekete kötény legendáját, amiből aztán később az Ördögszekér Táncegyesület egy egész estés táncjátékot is készített. És ez a történet egy fiúnak a történetét meséli el, egészen pontosan Nádas Jeremiásét, aki a Tisza mellől indul el az édesanyjával, a törökök elrabolják, és az út során az anyja megbetegszik, ledobják a szekéről, és innétől kezdve Jeremnek a fejében nem jár más, mint hogy az édesanyját megtalálja. Szinte az egész országot bejárja, és az állomásának, vagyis ennek az útnak az utolsó állomása a Dunaföldvári vár, hiszen a hírek szerint az édesanyját ide hozták, ide került sütőasszonynak. És akkor ő eljön a településre, és megismerkedik a helyi fiatalokkal, összeismerkednek, összebarátkoznak, és hát természetesen próbálnak a török szorításon egy kicsit lazítani, és hát ennek a történetnek a része a fekete kötény legendája, ami egészen pontosan úgy szól, hogy egy alkalommal az itt székelő török aga egy olyan intézkedést hozott, hogy a földvári fiúkat és lányokat össze kell szedni, össze kell terelni, gályákra kell rakni és el kell vinni Törökországba. És hát a szülők ezt későn vették észre, hiszen őket ilyen aratási, cséplési munkákra rendelték be, és mikor a szülők erre ráeszméltek, akkor elkezdtek könyörögni a töröknek, hogy engedje el a gyerekeket, aki egy feltételhez kötötte ezt, nevezetesen, hogyha az asszonyok előtt lévő fehér kötényből feketét varázsolnak valahogy másnapra, akkor elengedi a gyerekeket. És volt egy furmányos asszony, a Posgai Borikának az édesanyja, aki azt találta ki, hogy az éppen akkor érő bodzabogyókat leszedik, ennek a levét kipréselik, és ebbe teszik bele ezeket a kötényeket, és így festik meg. Ez meg is történt, hozták a töröknek, aki ugyan nagyon ámult, de mivel egy gonosz lélek volt, nem engedte el a gyerekeket. És akkor egy szabadító akciót szerveztek, és ennek a szabadító akciónak a során a törökök is, de nagyon sok magyar ember is meghalt, dunaföldvári a fiatalok közül is, és ennek emlékére a földvári parasztviseletben mind a mai napig a kötény fekete. A
török kor története szűkebb értelemben véve 1541-ben kezdődik, hiszen az ország három része szakadása akkor történt meg, de mi a kiállításunkat egy kicsit korábbról kezdtük, mégpedig egy időszalag elhelyezésével, hogy a látogatók, akik elsősorban gyerekek, tanulók, könnyebben tudjanak tájékozódni. Hiszen már Mátyás, a Hunyadiak, illetve Zsigmond király is érzékelte a török veszélyt, és ők is megtették a megfelelő lépéseket, és amikor gyerekcsoportok jönnek, akkor erről mesélünk is nekik, hiszen Zsigmond idejében épült ki a déli végvárrendszer, ő vívta a nikápolyi csatát, ami sajnos vereséggel végződött a mi részünkre, és tulajdonképpen ez ébresztette őt rá arra, hogy ezzel a módszerrel a török ellen nem lehet sikert elérni, és ennek hatására döntött a déli végvárrendszer kiépítése mellett. A másik fontos esemény az 1456-os nándorfehérvári diadal, amiben Hunyadi János játszotta a vezető szerepet, de mellette meg kell említenünk még egy ferences szerzetest, Kapisztrán Jánost is, aki oly módon kapcsolódik településünkhöz, hogy a ferences szerzetesek az 1700-as évek elején egy templomot építettek itt a vár közelében, és ennek az ábrázolásai között ott található Hunyadi János és Kapisztrán János is. Mint ahogy szó volt róla, kiállításunk címe Magyar Világ, Török Világ. Ez a terem elsősorban a magyar világot reprezentálja, mutatja be a magyar harci eszközöket, lószerszámokat, a tablókon a dunántúli várak történetét, illetve két ruharekonstrukciót is elhelyeztünk. Ebben a tárlóban egy 16. századi huszár viseletét mutatjuk be. A fején egy süveg látható, illetve mente dolmány, nadrág, a lábán pedig csizma. Hát a korszakban fekete csizmát ritkán hordtak, sokkal inkább a karmazsin szín volt a divatos, de mi ezt így tudtuk megoldani. Illetve, ami a ruhának egy meghatározó része, az öv. Jelen esetben ezt egy sálból oldottuk meg, de az eredeti katonai viseletben inkább a zsinóröv szerepelt. Nos, aki azt gondolja, hogy ezt nagyon egyszerű fölvenni, pláne egy ilyen babát fölöltöztetni, az nagyon téved, elég macerás dolog, de úgy gondolom, hogy ez jól sikerült és hülyen mutatja be a korszak viseletét. A huszárral átelemben egy török gyalogos katona, egy janicsár viselete látható, ami, ha jól megnézzük, tulajdonképpen eléggé hasonlít egy huszár viseletre, hiszen a meghatározó ruhadarab a kaftán, mint a túloldalon a mente, illetve a dolmány, és itt is egy övvel fogták össze a derekukon ezt a ruhadarabot, és ugyanúgy nadrágot viseltek, mint a huszárok, ugyanennek egy picit másabb a szabása, de alapvetően a fő stílusjegyek megegyeznek, hiszen a divat már ebben a korszakban is létezett, és ez bizony a hadseregre is rányomta bélyegét. Ebben a kiállító térben már egyforma arányban jelenik meg a magyar világ és a török világ, amit a két szín, a piros és a kék alkalmazásával igyekeztünk még inkább hangsúlyozni. A falfülkékben egy-egy enteriört helyeztünk el, jelen esetben egy török szobabelsőt mutatunk be a jellegzetes stílusjegyekkel, a szamárhát íves asztallal, illetve az asztalon látható talpastálakkal, illetve fémedényekkel. A mellettem lévő turbános kő a török temetkezésnek egy fontos része, ami Dunaföldváról került elő, tehát ez itt volt a vár területén. Egyébként pedig a török életnek a jellemző momentumait igyekeztünk bemutatni, így a hitéletet, a türbét, a dzsámit, a fürdőkultúrát, illetve néhány használati tárgyat. A korszakból viszonylag nagyszámú kályha csempe töredék maradt meg, illetve kályha szem, amit ebben a vitrínben, tárlóban mutatunk meg, de számunkra legkedvesebb ez a huszáros kályha csempe, hiszen ez innét a dunaföldvári várból került elő a 70-es években zajlott ásatások során.
1699-ben a karlócai béke aláírásával véget ért a török korszak, és néhány év múlva viszont egy új időszak kezdődött, a kuruc korszak az országban. Dunaföldvári vár is bekapcsolódott ennek a történetébe, és amikor ennek a Rákóczi szabadságharcnak vége lett, és a kurucok elvonultak, akkor ennek a várnak a harcászati jelentősége megszűnt. Innentől kezdve, mint uradalmi börtön és magtár működött és funkcionált, és most ebben a börtön részben járunk, egy cellában, ami különösen érdekes, hiszen a falakat különböző festmények, képek díszítik, amit az elítéltek festettek, a legenda szerint emberi vérrel. Hát ennek tudományos magyarázata nincsen, de higgyük el, hogy ez valóban így van. Aki pedig bejárta a lakótorony minden zugát, egyfajta ráadásként gyönyörködhet a tetőben kialakított kilátóban, a Duna csodálatos látványában.